Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Mai vendégünk dr. Gelléri Julianna lesz, akit már ismerősként köszönhetünk a stúdióban. Szeretettel köszöntöm doktornőt! Hát én is szeretettel köszöntlek, és nem tudom, hogy tegeződhetünk esetleg, az talán egy kicsit. Én megköszönöm. Akkor én vagyok az idősebb, úgyhogy én meg megengedem, köszönöm. És akkor felszabadultabban fogunk jó. Egy nem annyira egyszerű dologról beszélgetni. Így van. A mai témánk... Nem jön a baba, de miért? Hát ezt szeretnénk ma körbejárni. Én itt most kiszedtem egy-két adatot. Ugye a legjobb barátunk az internet, az sok mindenben segít, és én igazából arra lennék majd kíváncsi, hogy az új medicina és a recall healing hogyan reflektál ezekre, amiket most én itt el fogok mondani. Például az 1930-as évektől kutatást csináltak a férfiak spermaszámára vonatkozóan, ami állítólag ugye folyamatosan csökken, először Amerikában, aztán Európában és Ausztráliában is, és napjainkra, ha minden igaz, a spermaszám a férfiaknál 60%-kal csökkent, az 50 évvel ezelőttihez képest, a tesztoszteron szint pedig 30%-kal, illetve nagy mértékben csökken a női termékenység is. Na most itt nagyon sokat hallunk arról, hogy a levegőben, a vízben, a földben mindenféle mérgező anyagok vannak, környezetvédőszerek, ezek bejutnak, és hogy hát ezáltal kerülnek be az emberi szervezetbe is ezek a méreganyagok, amik aztán okozhatnak különböző problémát, például ezeket is. Na, most akkor én igazából kíváncsi volnék, hogy az új medicina és a recall healing mit mond. Először is, ugye az új medicinának van 5 olyan biológiai természettörvénye, ami alapján működik a testünk. Ez összefoglalva biológia, fejlődéstan és informatika. Viszont a mérgezések, fejlődési problémák nem tartoznak ebbe a rendszerbe. De a recall healing rendszerébe ezeket is bele lehet rakni, mert hogy ezek sem véletlenszerűek, hogy egy családi klánban mi miért történik, és azért valóban, ami a statisztika ugye azt mutatja, hogy sajnos a nők sokszor férfiasabbak, és a fiúk nőiesebbek. És ugye ezért aztán most bevezették, én nem tudok mellé állni ennek a harmadik nemnek, mert ugye Hammer doktor azt mondta, hogy amikor két sejt találkozik, akkor nem csak az dől el, hogy fiú lesz vagy lány, hanem az is, hogy jobb vagy balkezes, ezt nem tudom megmagyarázni, de ő ezt írta le, ő ezt az információt kapta, úgyhogy talán úgy kéne kezelni, hogy ha én mindenáron fiút szeretnék, mint apa, és lesz egy lányom, akkor szeressem azt a lányt, főleg a magyarországi lányokat, hiszen mi Mária országa vagyunk, úgyhogy talán egy kicsit előbbre kéne ezt a dolgot hozni. Tehát, hogy én dolgoztam Afrikában, hát az a helyzet, hogy ott azért a nő nem érték. Ezt sajnos tudjuk. Holott mind a két nem kell ahhoz, hogy mi el ne fogyjunk. Hogy miért nincs annyi gyermek, ennek van nagyon sok lelki és testi oka is. Ugye a testi okokban benne lehetnek a hormonális problémák is, de benne lehet egy olyan nézőpont, amikor az illető például nem meri föl, hogy nem vállalhatja föl, mondjuk, hogy ő fiúnak született, mert annyira szigorú az apa, hogy ő egy ilyen szinte elnyomó apa. A farkasoknak nagyon érdekes a társadalma. Ott van egy vezérfarkas, és akkor, amikor a szaporodási időszak jön, akkor csak a vezérfarkas termékenyíthet meg nőstényt, ami azt jelenti, hogy a vezérnőstények is ki vannak válogatva, hogy kik azok, akik erre alkalmasak, és ők megtámadják azokat a nőstényeket, akiket nem engednek oda nagyon csúnya módon, tehát kiharapnak egy darabot a hüvelyükből. Úgyhogy nagyon kegyetlen dolgok vannak, igen, ott a farkasvilágban, de ugye a többi hímfarkas is szeretne találkozni a lányokkal. És akkor ebből az történik, hogy azért a hormonok működnek, és ilyen hip-hop titokba, hogy nehogy meglássák, megtörténik a dolog. És az embertársadalomban, amikor azt mondják, hogy valaki ilyen hirtelen megy el,
az pont ez a férfiúi önértékelés, hogy nem lehettem én igazán alfahím az apám mellett. Tehát, hogy ez az egyik ok. Aztán van olyan, amikor lánynak várják, és nem fiúnak várják, és én már hallottam nem egyet, akit egy ideig az anyukája kislánynak is öltöztetett. És hát ez nagyon nagy probléma, és ez nem a mostani világban, hanem már évekkel ezelőtt, nekem 93 óta megvan a rendelőm, úgyhogy azért ezt nem most hallok, csak ilyeneket. De ennek az öt természettörvénynek, meg a Recall Healing eszközeinek köszönhetően ezekre is meg tudjuk adni a magyarázatot. Egyébként mi lehet az oka ennek, hogy az az anya, tehát az ő hátterében mi lehet, hogy ő ezt ennyire nem tudja elfogadni, hogy nem olyan nemű született, amit ő szeretett volna? Tehát, hogy egy ember miért ragaszkodik ilyen mereven ahhoz, hogy most neki milyen nemű legyen a gyereke? Tehát ennek is gondolom van valami biztosan háttere. Valamilyen oka lehet, hogy ő neki nem volt jó a családi klánban a férfiakkal a kapcsolódása, és ezért vannak rossz élményei. De én már hallottam olyat, aki azt mondta nekem, hogy hát ha nekem fiam fog születni, én azt se tudom, mit csináljak vele. Na most, mert nincsenek felkészítve rá a lányok, hogy mit kell csinálni, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy várandóság, ugye terhes, egy csomó mindenki terhes, nem várandós, hanem terhes. Akkor ugye a baba nem születhet otthon, vagy nem születhet, van egy-két hely, ahol lehet barátságos körülmények között is szülni. Ott is valahol egy ilyen erőszaknak éli meg sokszor az anya magát a szülést is, és ugye majd az ő gyereke, aki letölti az indító programjába ezt a dolgot, mert az indító program az már a fogantatásunk előtti 9 hónappal indul, a várandóság ideje benne van, és még az első életévünkig, és ugye ő letöltötte, de nem tudjuk, hogy mit. De amikor olyan élethelyzetbe kerülünk, akkor pontosan elkezdünk valami olyat cselekedni, amit nem tudunk megmagyarázni. Nagyon érdekes, mondtad, hogy olvastad az Ősszindróma című könyvet, ami tulajdonképpen ajánlom. A transzgenerációsan hozott információkról szól. És hát amikor én olvastam, én úgy éreztem, hogy egy krimit olvasok, mert a tudatalattimból így pattantak ki ezek a lefedett ugye érzelmek. Nyilván az én korosztályomnak a szülei azok háborús időszakot éltek meg. Van, aki nem is egyet, de a nagyszülők azok lehet, hogy kettőt is mindjárt. Tehát nagyon sok minden olyan dolog van a tudatalattiba, ami esetleg akadályozhat. Viszont ha megértjük, hogy mi most egy másik korszakba élünk, és tanuljuk meg, hogy hogyan működik a testünk, akkor ezeket össze lehet rendezni. Na de ott van az akadémikus orvosás, aki protokollok alapján csinálja a dolgokat, tehát valakit bekategorizálnak egy adott rendszerbe. Mondjuk közlik, hogy azért nem lesz gyereke, mert inzulinrezisztenciája van. Az inzulinrezisztencia az nem egy valós diagnózis. Mint sok diagnózist meg lehet úgy kérdőjelezni. Tudnék, ez háromféle dologból jön össze. Az első, hogy már közeledek a 40. évhez, és még nincs gyerekem, sietni kell, mert kicsúszok az időből. Tehát ez egy pajzsmirigy program, és akkor azt tudjuk csinálni, hogy lejjebb veszi az anyatermészet a pajzsmirigy működését, és azt mondják, hogy hát pajzsmirigy alulműködése van. Küzdelem harcolnom kell, hogy sikerüljön. Erre az agykéregben lévő beta-Langerhans szigetsejtek visszaveszik az inzulin termelést, hogy magasabb legyen a vércukor, és legyen energiám a harchoz. Tehát ez is egy normális dolog. És a harmadik része ennek az inzulin rezisztencia diagnózisnak a policisztás ovárium. Hát miért érik meg egyszerre több petesejt? Hát azért, hogy nőiesebbek legyünk, és nem azért, hogy ez valami Isten csapása. Tehát, hogyha ezt megértjük, akkor ugye van mögötte egy sürgető idő, van mögötte egy küzdelem, és van mögötte egy női önértékelési probléma. És akkor innentől kezdve nem kell ilyen, úgyse tudom, mi van benne diagnózist mondani, hanem megmagyarázzuk, hogy ez mi, és akkor
fel tud lélegezni. Aztán az is nagyon érdekes, hogy például nem egy esetben a petevezeték elzáródik. Ugye ez egy divat, hogy megnézik, hogyha nem jön össze a baba, akkor majd átfújják, és akkor nem érzáródik el. Ennek is lelki okai vannak. Mondjam, hogy milyen lelki okok persze, vannak mögötte? Persze, mindenképpen. Hát például lehet olyan lelki ok mögötte, hogy a hölgy látott valami olyan mocskosságot, hogy valakinek a gyerekét bántották, ez nem kell az ő családjába történni, csak éppen ott vagyok, és így látom a szomszédéknál, hogy mi történik. Ez már pont elég arra, hogy az én automata agyam, ami az én lelki dolgom, azt tulajdonképpen, ami engem megérint, azt ő csak az én testembe tudja letölteni. Ezért ugye nem a szomszédnak fogja a petevezetékét elzárni, hanem az enyémet. Ezért jobb, hogyha ezeket a dolgokat megértjük, és megpróbálunk beszélgetni róla, hogy ez föloldódjon. Aztán lehet olyan is, hogy családon belüli erőszak. És ugye ezek mind ilyen védő programok, hogyha a petevezeték el van zárva, akkor nem lesz olyan nem kívánt várandóság vagy terhesség, és akkor ez mind védő program szerepel. Na de amikor azt mondják, jaj, kérem szépen, hát egy csomó kis vacak petesejt éreget, és akkor hát az nem jó, a petevezeték el van záródva, egyébként meg lehet, hogy a párjának kevés a spermiuma, én meg azt szoktam mondani, hogy bocsika, a megtermékenyítéshez egy kell, nem 7 millió, még én annyit tanultam, csak egy. A többi ilyen félbénán is tud sorfalat állni, mert azt mondják, hogy a többiek sorfalat állnak. Nem tudom, hogy irigykednek, vagy mit csinálnak olyankor, hogy ki lesz a kiválasztott, akit ugye befogadnak. De minden esetre, ha az illetőnek föl tudjuk oldani, most férfiről beszélek, azt az önértékelési problémáját, amit mondjuk teszem föl egy szigorú apa, vagy egy szigorú nevelő. Egyébként, bocsánat, igen? Férfiaknál ez a férfi felmenőkre kell itt vonatkoztatni, igen. Nőknél pedig ugye a nőire. Igen. Tehát, hogy igen. Ez így tiszta igen. Legyen a igen. Nézőknek is. Igen. Ugye... Ha már említetted azt, bocsánat, hogy családon belüli erőszak. Én azért megkérdezném tőled, hogy itt a rendelődbe mennyire találkozol ilyen esetekkel, mert én azt gondolom, hogy ez még most is a 21. században is egy borzasztó tabu téma, illetve hogy az emberek borzasztóan nehezen nyílnak meg ebből, hogy egyébként te azt így látod, hogy hát ez... Hát nem az ez... első mondatoknál mondják, de ugye miután mi megyünk bele a lelki dolgokba, és akkor hát van egy olyan pont, ahol megkérdezem, hogy milyen volt a kapcsolata az anyukájával. És közben meretten nézem őt, ugye, hogy most azt fogja elmondani, amit illik mondani, vagy azt fogja mondani, ami a valóság. És akkor mondjuk például azt mondta nekem a múltkor valaki, hogy nagyon jó volt a kapcsolata, csak éppen viszerei voltak a lábán. Én akkor már tudtam, hogy nem volt jó a kapcsolata, úgyhogy mondtam, hogy akkor fussunk neki a kérdésnek újra, hogy mi az, ami jó volt, és mi az, ami nem volt jó. És hát akkor kiderült, hogy mégsem volt az annyira fényes, mert deréktől lefele az az anya. De ha artéria probléma van, az meg az apa, mert az artéria kiáradó, ugye a férfi a kiáradó, a nő pedig a befogadó, így is mennek a keringésbe is, a szívtől elfele, meg odafele. És nagyon sokszor kiderül, hogy volt vagy a testvére, vagy a nagybácsi. És volt nem egy, akinél kiderült, hogy miután elpanaszolta az anyukájának, az anyuka mondta, hogy te nem vagy normális, tehát nem állt mellé. És hát ez is egy nagyon nagy probléma, mert innentől kezdve, ugye mit fog kezdeni ő egy másik hasonló nemű valakivel majd később, hiszen az ő tudatalattiában ott van egy nyomógomb, ami egy negatív élmény. Ha ezt ki tudjuk beszélni, és fel tudjuk oldani, akkor már nem fog oda kapcsolódni, hanem megengedi magának, hogy legyen ebből pozitív élmény. De egyébként nagyon érdekes, hogy ezekben a helyzetekben, ahol például a nőket bántották, volt egy olyan család, ahol a hölgynek, ott volt a hölgyek között bántódás, és haláleset is. És akkor a hölgynek két fia lett. És azért lett két fia,
és nem lett lánya, hogy ezek nem fognak gyereket szülni, és ezt a programot már nem fogják továbbvinni, amit az anya is, meg a nagymama is hozott. De mondok egy másik példát. Tehát itt akkor ez egy gyógyító, vagy ez egy... Ez az anya természetnek a gondoskodása. Azt kéne fölfogni, hogy mi energetikai lények vagyunk. Az igaz, hogy van 4%-unk, ami belőlünk látszik, de azért a 96% az energia. És arról az oldalról kéne megközelíteni a dolgokat, azt kell építeni, hogy aztán amit mi látunk a 4%-on, jobbat lássunk. Volt egy olyan hölgy, aki a testéből élt. És hát az egyik kliensével annyira közeli kapcsolatba került, hogy hozzáment feleségül. És szült neki egy kisfiút. Én még nem láttam ilyen hölgyet, akinek ennyire keskeny volt a csípője, úgyhogy azt se tudtam, hogy hogy fért el ott az a baba, de elfért. Majd egy idő múlva valamiért ő azt mondta, hogy ő nem tud így ott maradni, ő nem tud megváltozni, ő ott hagyja ezt a kislánya született ráadásul. Nem tud tulajdonképpen ott maradni, nem, fia született, bocsánat. Nem tud ott maradni, hanem megy tovább. De akkor az elején annak a hölgynek, akinek keskeny volt a csipője, annak az anyukája lányt szült, őt. Igen. És mondta, hogy ő akkor ugyanazt az életet fogja folytatni, de majd az apuka fölneveli ezt a kislányt. Mert annak lakása van, és megoldja. Hát apuka fölnevelte a kislányt, a kislány volt nálam felnőttként, ez a keskeny csipőjű, de nem csak fölnevelte, hanem használta is. És ezzel együtt férhez ment. Ami már egy csoda volt, hogy ennek most anyagi háttere, vagy milyen háttere volt, nem tudom, de minden esetre férhez ment. És született egy fia. De mivel az anya természetnek meg kellett állítani ennek a családi történetnek a továbbadását, ezért a fiú az homoszexuális lett, és akkor ő már nem fog gyereket nemzeni. Ez volt az életnek a megoldása. Tehát mindig meg kell nézni, hogy mi miért lett, hogy van ennek valami háttér oka. Hát tulajdonképpen most nagyon nekem ilyenkor mindig eszembe jut a Freddie Mercury, akit ugye gyerekkorában vegzáltak az otthonban, mint nagyon szép kisfiút, és nekem a szívem szorult össze, én nagyon szerettem őt, úgyhogy én mondtam, hogy ha akkor ilyeneket tudok, akkor elmegyek és meggyógyítom. Szóval... Tehát igazából itt a legnagyobb probléma az az, hogy a párok elmennek az orvoshoz, nem jön a baba, és akkor ilyen-olyan diagnózissal szembesítik őket, és ők ezt el is hiszik, hogy ez a probléma, illetve akkor erre ilyen-olyan kezeléseket kapnak, és magyarán, hogy nem jön, továbbra sem jön, nem sikerül, igazából itt nem szabadna leragadniuk ennél a pontnál, hanem de. Akkor inkább külön-külön a fiúnak is, a lánynak is elmenni, és mondjuk szakembert ilyen módon igénybe venni, ha hogy nyitott, a múltba... Ha nyitott egy másfajta gondolkodásra, akkor ezeket föl lehet szépen oldani. Tulajdonképpen én ugye elmondom az alapokat, ami megértés. Tehát nem elvekről beszélek, hanem gyakorlati dolgokról. Azutána már elvekről is beszélünk, hiszen ha föloldom a kapcsolatomat a családdal, vagy föloldjuk azt, hogy vajon milyen lehetett ott a felmenőkben az élet, akkor nagyon sok mindennel mindent a helyére tudunk tenni. Az nagyon fontos, hogy beszélgessünk. Amikor én még ezt a tudást nem ismertem, akkor is fel tudtam oldani, mert valahogy sikerült egy családi egyensúlyt összerakni. És amikor mondjuk nekem volt olyan kliensem, ahol az andrológus meg az urológus egyértelműen közölte, hogy a férfinek kevés a spermiuma, ebből gyerek nem lesz, a hölgy meg közölte, hogy ő már pedig nem megy el ilyen beültetéses történetre, illetve hát, hogy a lombik programra. Hát fél évet kínlottam a férfiúval, együtt hármasba, jó volt a párkapcsolatuk, és akkor egyszer csak másfél hónapig nem jelentkeztek. És mondták, hogy nem akarták elhinni, hogy jön a baba, és született egy kisfiú. Aztán hosszú nálam a várakozási idő, és hát próbáltak bejelentkezni, majd utána telefonáltak, hogy megy ez nekünk már egyedül is, és még egy kisfiú született.
abból a nem létező spermium számból, amiről neki papírja volt. Tehát én nekem ugye a hosszú tapasztalásom alapján ilyenek vannak. Aztán volt olyan, amikor pont a pajzsmirigy problémája miatt a hölgynek mondta a szakorvos, de aki még ráadásul endokrinológus is volt, a nőgyógyász, eszébe ne jusson most, hogy várandós legyen, mert a pajzsmirigye nem jól működik. Hát ez a szegény, ő teljesen, ő tévés volt. És hát teljesen be volt pánikolva, valamelyik műsorban találkoztunk, ez ilyen a nagy csatornák közül. Na, a lényeg az, hogy minden hónapban rohant pajzsmirigy vizsgálatot csináltatni, mondtam, hagyja már abba, mert állandóan versenyezik a saját pajzsmirigyével. Ne foglalkozom vele. Na, majd és azt... gyógyszert is szedettek, mondjuk? Nem szedett gyógyszert, de szedettek, de nem szedett. És akkor az történt, hogy a férje kapott egy győri állást, először próbára, de az egy nagyon jó állásnak bizonyult, és akkor ők elmentek Győrbe, mert hogy nagyon szerették egymást, azt mondja, doktornő, de ott nincs tévé. Mondom, nem baj. Hát ugye van ott most feladat, hát ott egy otthont kell teremteni. Na hát ezzel volt elfoglalva, hogy otthon teremtett, a férjét véglegesítették ebben az állásban. Egyszer csak fölhív kétségbe esve, hogy nagy baj van. Mondom, milyen baj van? Hát ő várandós. Mondom, tényleg? Hát nem ezt akartuk? Hát de mit fog szólni a nőgyógyász? Mondom, miért ő a gyerek apja? Ja, azt mondja, nem. Hát mondom, akkor szeretnék ezt a gyerek? Igen. Akkor most az a kérésem, tudom, hogy ilyet nem szabad kamerák előtt mondani, hogy a 12. hétig ne jöjjön föl Budapestre, ne menjen el az orvoshoz, vértezze föl magát, hogy úgy ki fogja magát osztani az orvos, hogy azokat a vizsgálatokat már nem tudja megcsinálni, ami a 12. hét előtt van. Úgyhogy innentől kezdve, hát ez pont így történt. Ez a gyerek már iskolás. Na most... És tehát, mi lett a pajzsmiriggyel? Ja, azon már nem foglalkoztunk. Hát mert ugye más volt a fókusz. Vagy nem egyszer előfordul olyan, hogy nem jön a gyerek, és hát ugye minden hónapban a hölgy sem, mert nézi az óráját, hogy úristen, nekem most mást várni kell, és most fogok, vagy nem fogok, vagy már várandós lettem, most csináljam a tesztet, ne csináljam. Tehát egy teljesen más, egy elnyomott gondolkodás. És akkor ilyenkor azt szoktuk ajánlani, hogy menjenek már valahova, ami elvonja a figyelmüket. És akkor mit tudom, elutaznak valahova, most erre el lehet fogni a tengerre, de nem a tenger, mert ugye kikapcsolódnak, élmények vannak, elfelejtkeznek róla, mert lehet, hogy még ott valamit, mit tudom én, most melyik vacsorát tegyük, most hova megyünk meg. Más a fókusz. És akkor hazajönnek, és hát összejön a gyerek. Tehát, hogy nagyon sokszor, ha anatómiai oka nincsen akár egy műtét miatt, akkor össze tud jönni. Volt egy ismerősöm, az már nagyon régen volt, nagyon szerette egymást a fiatalember meg a hölgy, de a hölgynek kivették az egyik petefészkét, és mondták, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy gyereke legyen. A férfi ember meg olyan családból származott, ahol nagyon fontos volt a gyerek, és ő azt mondta, hogy nagyon szereti, de csak akkor veszi feleségül, hogyha várandós lesz. Hát ez megtörtént. És akkor boldogan összeházasodtak, és nem telt el sok idő, jött a következő gyerek. Hát ennek még nagyon örültek, mert hát azért ott a családban többnyire két gyerek volt. Igen ám, de jött a harmadik gyerek is. Ez ugye nem jön a gyerek. Hát minden második hónapban az a petefészek működött, tehát neki pont annyi gyereke lehet, amennyit ugye megengednek, úgyhogy akkor éppen kétségbe estek, hogy most akkor többletbe vagyunk. Tényleg át kell állítani a gondolkodást. Van, aki például nem meri elmondani a családi problémákat, pedig azt addig beszélgetünk, amíg ezek föl nem jönnek, úgyhogy nagy doboz zsebkendő az asztalon, van sírás, ilyenkor lévás. Egyébként jó, hogyha a férfi és a nő is ott van, mondjuk egy ilyen témánál. Ha jó a párkapcsolatuk, akkor én szeretem, hogy mind a kettő ott legyen, hiszen nem én rólam van szó, hanem ő róluk van szó, és akkor én úgy látom, hogy egymással is hogyan tudnak haladni, de ha mind a kettő nyitott egy másfajta gondolkodásra, akkor ez nagyon jó. És akkor ugye látni fogja, hogy mindenkinek a családjában vannak problémás dolgok. Ugye voltak olyan történelmi helyzetek, hogy most tök mindegy, hogy melyik családba él, de azon a földrajzi területen élt, ahol vagy menni kellett, vagy elvettek valamit tőlük,
tehát, vagy mondjuk gyerek bántalmazás, tehát sok minden lehetett. És hogyha ezeket így megbeszéljük, akkor fellélegeznek, mert rájönnek, hogy itt azért mi azt szoktam mondani, hogy egy teremtett informatikai csoda vagyunk. Tehát, ha én a gondolataimmal, és azt hiszem is, vagy mondjuk elfelejtem nem hinni, mert már néha ez is elég, hogyha elfelejtem azt, hogy megfeleljek annak, hogy ilyenben nem szabad hinni, akkor mégiscsak megtörténik, és akkor ott van a csoda. És az nem baj, a csodát el kell fogadni. Mert hogy mi vagyunk igazán a csoda, csak ezt nehezen hiszik el sokan. Ettől szoktak például sírni sokan, hogy soha nem mondta nekik az anyukájuk vagy az apukájuk, hogy szeretlek. És amikor ez így előjön, akkor ez egy nagyon más dolog, és akkor mindjárt elkezdenek, ha ott van az a szerv, akkor az el fog kezdeni működni, mert neki az a dolga. Az az én gondolataimtól, illetve azt mondta, nem tudom, hogy a Paulini Tamás, ő parapszichológus. És én több mindenkinek föltettem azt a kérdést, hogy miért van az, hogy van, amikor előre kimegyünk egy helyzetből, pedig nem is tudjuk, hogy az a helyzet fog következni, hogy mi visz ki, és ő azt magyarázza, hogy a szívterünk. És hogyha én merem bevállalni a szívteremet, hogy az érzelmeim azok, amik tudnak engem építeni és meglerontani is, akkor sokkal több esélyem van. Hát ezt gyakorolni kell, ez kétségtelen, de hát ugye amikor megszülettünk, és úgy elindultunk, és valamit el akartunk érni, akkor először kapaszkodtunk, aztán ment egyedül, nekem volt egy unokabátyám, a saját nadrág pántjába kapaszkodott, és ha nem ilyen nadrág volt, akkor nem tudott járni. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy tulajdonképpen azt kéne fölfogni, hogy ha van egy probléma, és egy halvány esély ott van, akkor menjünk abba az irányba, és fogadjuk el a saját csodánkat, mert ez működni fog. Nézzük meg, hogy például egy apa mitől volt szigorú. Volt olyan, akitől mondta az a hölgy, hogy rettenetes volt az apukája. Mondom, és milyen volt annak az apja? Ja, az állami gondozott volt. Hát mondom, akkor miről beszélünk? Hát egy kis vadember, aki ugye be lett oda rakva, és a minden falatért meg kellett küzdeni, a holmiukat ugye egymástól elcsaklizzák, aki ilyen helyen nem volt, az nem tudja, hogy ott mi működik. Tehát mindig azt nézzük meg, hogy hozott-e magával olyan mintákat, amilyen minták alapján lehet másképp működni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nagyon sok mindenen lehet segíteni. Az, csak hogy most csíkos az ég, vagy nem csíkos, én most az utóbbi időben keveset volt csíkos az ég, hála Istennek. Azt gondolom, hogy miután nem tudunk pillanatnyilag ez ellen tenni, én szellemgyógyászattal szűrőt szoktam alárakni, hogy ne érjen le hozzánkig. Hogy ez most működik, vagy nem működik, ezen se kell vitatkozni. Ez csak egy elképzelt dolog, de biztos, hogy nekünk jó, pillanatnyilag a növényeinknek is jó. De amit elképzelünk, az igenis, hogy megvalósítható. Bizony, amit bizony. Tárgyasítunk magunkban, vizionáljuk is. Igen, hát erre voltak már kutatók, nem tudom, hogy mennyire tudod a Garjejev professzort, aki egyébként hullámgenetikával foglalkozott, csak ugye sajnos már nem él. Ezt azért nem merném mondani, de mindesetre nincs elérhető helyzetben. Igen, jó? Akkor nevezzük, jó? Így van. Tehát onnan is tudhatjuk, hogy igenis, hogy ez létezik. Persze. Ez létezik, amiről most beszélünk, és ők ezt bizonyították is. Igen. Szóval az a helyzet, hogyha mi tudunk másfajta rezgést, ugye, mert ezt kell megtanulni, hogy emeljük a rezgéseinket, kapcsolódjunk egymáshoz, beszélgessünk. Ne titkolódzunk, ne érezzük azt, hogyha én most elmondom azt, ami történt velem, akkor én biztos le leszek értékelve a másik által, mert esetleg elmondom az én gyengeségemet. De lehet, hogy a másik az meg azt mondja, hogy figyelj, én ebben a helyzetben ezt csinálnám. Tehát, hogy a félelmeket azt próbáljuk meg átfordítani annyira, amennyire csak lehet, hogyha én azt szoktam mondani, hogy ne valami ellen menjünk, hanem valamiért menjünk,
és menjünk el a falig, vagy még azon túl, abban a kérdésben, amit el szeretnénk érni. Tehát, hogy ne hallgassunk arra, aki azt mondja, hogy figyelj, semmi értelme nincs. Nyilván, akinek nincsenek meg a megfelelő szervei, azzal nem tudunk mit csinálni, de akinek megvan, azon nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni. Aztán a másik, hogy ugye egy kicsit tanítani is kéne a fiatalokat. Én nekem mindig az volt a vágyam, hogy ezt a tudást, ezt mondjuk 8.-9. osztályba lehessen megtanítani, mert sokkal stabilabb nemzedéket tudnánk felnevelni. Nyilván vannak, akiknek ez nem érdeke, de amikor fiatalok vannak, kamaszokat hoznak, és ilyen, fú, már megint valami hülye orvoshoz hozott, és jaj, és ezzel mit akar ez itt tőlem? Én úgy szoktam kezdeni, hogy tudod, hogy te most egy nem normális helyen vagy. Na, ez már érdekes. Mondom, majd meg fogod látni. És akkor már látom, amikor nyílik, hogy ó, hát én ilyeneket eddig nem hallottam. És volt olyan kamasz, aki meg is ölelt utána. Pedig aztán rájuk nem jellemző. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban ezek tudományos kutatások. De a tudomány az mindig azt kutathatja, ami az adott gazdasági érdeknek megfelel. Nem lehet ám akármit kutatni. Ezt is jobb, ha tudjuk. Jobb, ha elfogadjuk. Nem kell vele szembe menni. De ne a félelem szintjéről induljunk, hanem amit lehet, azt hozzunk ki magunkból. Nem tudom nem megemlíteni itt most ezeket a COVID-oltásokat. Ugye ez is bizonyos oldalakon, persze alternatív médiákban hangzik el, meg lehet róla olvasni, hogy terhes nőket, akiket beoltottak, vagy éppen nem voltak még terhesek, vagy várandósok, de szerettek volna babát, beoltatták magukat, hogy nagyon nagy számú, magas számban van vetélés, vagy halva születés. Mit tudsz erről mondani? Mi a véleményed? Az a helyzet, hogy sajnos a kollégáimnak azt tanítják, azok, akiknek érdekük, hogy ezeket forgalmazzák, hogy ezeket az oltásokat nem kell kivizsgálni, annyira korszerűek. Hát nekem nem egészen ez a véleményem róla, lehet, hogy nagyon korszerűek, mert hogy jól lehet velük aztán manipulálni a szervezetünket, hiszen ugye van vektoroltás, van mRNA-s oltás, tehát mindenképpen befolyással van a szervezetünkre, de mondjuk a normál oltások is befolyással vannak, mert ugye abban is vannak különböző vegyi anyagok. Pillanatnyilag azt nem nagyon hangsúlyozzák ki, hogy ezek ugye 23-ig kísérleti oltások. Ez azt jelenti, hogy van, amelyikben van minden, van, amelyikben meg nincs minden. Nekem volt olyan, akinek semmi baja nem lett tőle, és bizony nagyon sokaknak lett baja tőle. Úgyhogy mindig azon izgultam, hogy amikor vagy az ő hitrendszere, vagy a munkahely, vagy a család, annyira befolyásolja, és akkor is, hogyha mondjuk már ott volt valaki, aki az oltás után, addig semmi baja nem volt. Vagy lebénult, vagy el is halálozott, tehát hogy ezek elég komoly problémák. Azt tudtuk kitalálni az orvosok a tisztánlátásért csapattal, hogy mindenki szedje össze mindazon tudást, amivel úgy gondoljuk, hogy ki lehet ebből hozni. Ugye én is adok oda, nekem homeopátiám is van erre, mert csináltak az oltóanyagokból. Kicsit tartok tőle, hogy ősztől lehet, hogy már nem ugyanazokat az oltásokat fogják adni, és akkor újra kell csinálni, de majd akik csináltak, azok most is megcsinálják. Volt olyan, aki visszajött, és azt mondta, hogy doktornő, az összes panaszom elmúlt. A semmitől, ugye, mert hát a homeopátia az ugye a semmi. De adok gyógynövénykészítményt is. Nem tudom megmondani, hogy egy év múlva mit fogunk levonni, meg két év múlva, majd akkor leülünk és beszélgetünk. Remélem, hogy ez a Nexus TV, ez addigra már egyre jobban virágzik, és hát itt egyre legalább több emberhez itt is tudunk erről beszélgetni. Egyáltalán nem vagyok oltáspárti, hiszen nem fertőzések vannak. Ez mérgezés. Azon kívül, hogy a lelkünket mérgezik, ugye aki ülés nézi a mainstream médiát, az egész nap kapja
Most nem, mert most éppen most szünet van. most ugye egy ilyen, ugye nem lehet ilyet elmondani egy nagy csatornán, hogy a koronavírus az a legintelligensebb. Ilyen intelligens vírus a világon nincs. Ez tud méreteket, távolságot mér, ismeri a naptárat, tudja, hogy mikor kell neki támadni, mikor nem kell támadni. Ugye, hogy hány óra után meg tudja számolni, hogy hányan vannak egy helységbe. Hogy be van-e minden csukva, vagy nincs be csukva. Ezt is tudja most. Tehát én azt gondolom, hogy ha az emberek nem a félelem szintjén lennének, akkor nem lehetne őket befolyásolni. De aki csak azt tudja elfogadni, ami ott hangzik el, azokat nagyon jól tudják befolyásolni. És van olyan, ahol a családban már probléma volt, mert hát azért egy páran el is haláloztak az oltás után. Én ugye mindig izgulok, az én környezetemben is van két olyan kismama, aki a hitrendszere alapján a Semmelweis Egyetemen lettek beoltva várandósan. Megszületett mind a két gyermek, de hát még kicsik, úgyhogy már meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ha szerencsénk volt, akkor nem volt benne olyan komoly anyag. Majd meglátjuk. Én izgulok, hogy így legyen. Az egyik az nyitott arra, hogy valami történjen, a másik még erre sem nyitott, úgyhogy ahogy az életben ennek lennie kell. De van olyan is, ahol különböző intézetekben, például ilyen szellemi fogyatékosokat, azt az intézetvezető beoltatta. Ha a szülők akarták, ha nem. Ezt mert egyébként nem lehet igen. oda. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon komoly probléma, hogy itt azért attól, hogy valaki egy intézményben van, ugye ez nem egy ajándék, hanem ez egy felkért dolog, amiért fizetnek, vagy az állam is támogatja, de lehet, hogy csak fizetnek, akkor tulajdonképpen talán tiszteletbe kéne tartani a családot is. De ott lehet, hogy az igazgató az például annyira fél, hogy ő is beoltatta magát, és ezért úgy döntött, hogy hát nem tudjuk, mert ugye az igazságot nem tudjuk. Én azon borzadtam még el, hogy igazából a gyerekeket úgy is beoltják, hogyha csak az egyik szülő engedélyezte, járult hozzá. Holott ez... pedig mondjuk most mellé teszem azt, egy középiskolai felvételihez mind a két szülőnek az aláírása kell, akár elváltak, akár együtt élnek, mindenképpen kell mind a kettőé, ugye, ha életben vannak természetesen, az oltásnál az egyik is elegendő. Na most annak idején, amikor ugye kezdődött, hogy a gyerekeket is be fogják oltani, akkor az volt az egyik kérésünk, hogy mindkét szülőnek kelljen beleegyezni. Tudnélik. Teszem föl, én azt mondom, hogy én vagyok az, aki most elviszem és beoltatom a gyereket, a másik szülő nem akarja. És a gyerekkel történik egy nagy katasztrófa. Mit fog mondani a másik szülő? Megölted a gyerekünket. Így és tesz belőle egy perpatvar. Így van. Hát ha nem vihetek el például egy gyereket úgy, tehát egy elvált szülőknél, ugye nem lehet csak úgy útlevéllel elmenni valahova külföldre, ahol is, és akkor egy ismeretlen vegyszer csak úgy be lehet adni. Mert ugye van, aki elmagyarázta az embereknek, hogy ettől lesznek egészségesek. Na most azért én szerintem nincsen még egy olyan oltás, amiből már negyediket, ötödiket ajánlgatják, és ugye azt látjuk, hogy minél többet kapott belőle, annál betegebb. Így mert van. Hogy itt mérgezések, komoly mérgezések vannak, védelem, hát ez hol van itt védelem. És ha belegondolunk, tehát a várandóságra visszatérve, ha visszagondolunk a saját várandóságunkra, akkor az ember megpróbált odafigyelni, egészségesen élni, nyugodtnak lenni, tehát ugye, mert már belejön az emberbe ez az ösztön, hogy féltem, óvom az én kicsinyemet, aki itt növekszik bennem, és akkor most, 2021-ben egy kísérleti oltással beoltatja magát egy várandós nő. Bizony, bizony. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon át kellene gondolni a egyébként mindenkinek. Egyébként az se jó, hogy most nem lehet orvost választani. Mert hogy mégiscsak kell valaki, ha már, ugye választhatna bábaasszonyt is, csak valaki legyen, aki ért ehhez a dologhoz, megfogja a kezét és segít neki.
mert azért az országban, ha megnézzük a most már bőven nyugdíjas korosztály, de azoknak egy jó része bábaasszonynál született. Nem halt ki az ország. Szerintem többen voltunk akkor. Igen. Úgyhogy sok mindent vissza kéne hozni. Talán ez a Nexus TV, ez ebbe is fog segíteni, hogy egy kicsit formáljuk a gondolatokat. Hát bízom benne. Én nagyon köszönöm, hogy ma is eljöttél hozzánk, és erről a, hát igencsak érzékeny témáról, illetve a jövőbe mutató témáról beszéltünk, mert hát itt az utódok születése, az egészséges utódok születése. Ugye most arról beszéltünk, hogy amúgy is mindenki a családjából hoz valamilyen lenyomatot, tudatalat, így úgy amúgy. Tehát így is jövünk egy batyúval a világra, és azt gondolom, hogy ilyen dolgokkal nem kellene ezt megfejelni, hogy úgy mondjam, illetve plusz teherként vinni át a gyerekeinkbe. Egyszerűen én egyébként, ez a téma engem nagyon érzékenyen érint, mert én ezen nagyon nehezen tettem túl magam, vagy teszem túl magam, hogy mi szülők, akik egyébként ott állunk a kiságy mellett, amikor a baba a fölsír éjszaka, vagy rosszat álmodott, és a félelmét próbáljuk ezerrel eloszlatni és megnyugtatni. Most mi szülők maszkoltatjuk a gyerekeinket, mert én egyébként nagyon sokat látok közlekedésben is, hogy gyerekek maszkba járnak, felnőttek is, sőt, és azt veszem észre, hogy sok fiatal, tehát, hogy nem is annyira az idős korosztály, hanem a fiatalok, hogy micsoda félelmeket ültetünk el a saját gyerekeinkben. Bizony, bizony. Tehát amiről most mi beszéltünk, hogy ezeket a tudatalatti dolgokat is felszínre kellene hozni, kibeszélni, és ezáltal elengedni ezeket, most mi még mit rakunk a gyerekekre pluszba? Tehát én ezt egy nagyon komoly problémának bizony, gondolom. És meg kéne tanítani az embereket gondolkodni. Meg kéne tanítani a saját csodájukra. Meg kéne tanítani azt is, hogy a maszk az annyit tud védeni, hogy ha én operáltam, akkor kellett a maszk, ugye miért kellett a maszk? Hogyha véletlenül mondok valamit a műtősnek, vagy akármi, vagy esetleg köhögök, akkor ne menjen a sebbe. De ennél többtől az nem tud védeni. Hát ahhoz gázálatsz kéne, hát igen. Ez nem így működik. De ezt nem mondják el, hanem van, aki két maszkot is fölvesz. Most meg, hogy nem kötelező, és még mindig ott van rajta, és akkor az ember azt látja, én például rémesen sajnálom ezeket, akik ilyen félelemben vannak akkor is, amikor éppen nem kéne félni. Bizony. Tehát amikor már éppen a média sem azt harsogja, hogy most hű mi van, és most is ugyanúgy benne vannak ebben a félelemben. Hát én azt ajánlom a kismamáknak, leendő kismamáknak, hogy a mai beszélgetésen szerintem érdemes elgondolkodniuk, és pluszban ezt az ős szindróma könyvet is ajánlanám egyébként mindenkinek. Én szerintem szinte mindenki fel tud benne fedezni valamit. Bizony, bizony. Ezt majdnem bizton állítom. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy ma velünk voltál, és remélem, hogy legközelebb egy újabb ilyen lényeges témával fogunk találkozni. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, szeretettel várjuk Önöket legközelebb is, viszontlátásra!